Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy érdekes kérdést teszek fel. Megbízolt-e a KDE fejlesztőiben? Igen vagy nem? A kettő között van lépcsőzet. Azaz el tudod dönteni, hogy milyen adatokat szeretnél a fejlesztés érdekébe számukra elküldetni a rendszerrel. Gyakorlatilag a semmi, az a semmit ne küldjél el, és igazából tarts titokba, hogy én mit csinálok, és odáig, hogy ennyi sok mindent elküld rólad, a gép használatáról, a programokról, egyebekről, tehát nem rólad, mint személyről, hanem a szokásokról, a felhasznált programokról és egyebekről, ekközött el kell dönteni, hogy neked mi tetszik. Te döntesz, lehúzhatod nullára, ahogy lehet látni, én maximálisra szoktam felhúzni, mert én tudom, megnéztem, hogy milyen adatokat küld el. Ha ők lopni akarnának adatokat, vagy valami kutogatás, nézelődés, kémkedés szándékkal csinálnának valamit, akkor megtehetnék úgy is, hogy nem veszed észre. De ők voltak olyan rendesek, és ez a normális, megmondták, olyan adatokat szedünk össze rólad, amiket te megadsz nekünk. Eldöntheted a semmitől, az ilyen hosszú és valóban érdekes listáig nem a te személyes adataid, hanem a program, a KDE program adatai között eldöntheted, hogy milyen távolságú mennyiségű adatsor legyen elküldve. Oké, mondhatod azt, hogy jó, ez szép kis kírás, és igazából nem hiszed el, hogy ezeket küldi el, akkor megnézheted egy, illetve kettő adatsorba, hogy mi kerül elküldésre, a Plasma Shell használati szokásaidat megnézzük, 13-a szép nap, látható, hogy nem naponta küldi el, tehát értelemszerűen, és rákattintasz, és megnézed, hogy miket küldözgetett el, mi az, ami számunkra fontos. Gyakorlatilag nem olyan adatsor ez, olyan titkos adatsor ez, amit én ne szívesen adnék át nekik, hiszen ez fejleszti a rendszerünket, megnézik, hogy mi, ki, hogyan és miképp használja, nem az, hogy én, te, ő, hanem úgy nagy egészében egy statisztikát tudnak vezetni arról, hogy mi az érdekes. Oké, te döntheted el, hogy mi, és itt olvashatsz róla, hogyha szeretnél olvasni róla. Én úgy gondoltam, hogy mivel ők ingyenesen elkészítették ezt a rendszert, és én megbízok bennük, olvasgattam, utána olvasgattam, átnéztem, több fórumra felmentem, láttam, hogy egy normális közösség a KDE, és utána úgy döntöttem, hogy nem a semmi, hanem a minden mellett döntök. Te úgy döntesz, ahogy akarsz. Oké, ez megvan. A következő a jelszókezelő. Nyilvánvalóan mindenki használ jelszókezelőt, ha valaki véletlenül úgy döntene, és szerintem sokan így döntöttek, hogy a KDE-t használják, akkor logikusan érdemes a KDE jelszókezelőjét is használni. Ez egy nagyon egyszerű, valóban átlátható eszköz. A következő dolog, jelszótároló beállítása. Értelemszerűen én úgy gondolom, hogy a jelszótárolókat be kell állogatni és használni. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy paranoid vagyok, de ezeket én nagyon-nagyon szeretem, és ahol lehet, használom is őket. A jelszókezelő előugrik, hogyha előkeresed, elindítod és elindul. Beállíthatod, hogy mikor és mennyi idő alatt csukja be saját magát automatikusan. Logikus, hogy bezárás ennyi inaktivitás után, igen, és én a 10 percet elég hosszúnak tartom ahhoz, hogy bizony egy ilyen 6 perc, legyen 6 perc, odaugrik, bőven megfelel, 6 perc után becsukja magát. Tehát a jelszókezelő nem fog nyitva maradni, hogy más bele tudjon turkálni esetleg, hogyha te elmész a géptől, és nyitva marad. És úgy gondolom, ez egy logikus gondolat. Bezárás a képernyővédő indításakor, igen, záródjon be, hogyha a képernyővédő elindul, azaz egy bizonyos ideig inaktív vagy, elindul a képernyővédő, akkor ő legyen szeres becsukni. Miért jó, ha becsukja magát? Azért, mert nekem egy jelszóbeírás az, hogy elinduljon, tehát a saját jelszavaimhoz hozzá tudok férni viszonylag izommemóriából beírt jelszóval, azaz villámgyorsan megtörténik a megnyitása, nem okoz nekem gondot. De ha nyitva van, és esetleg azért indul el a képernyővédő, mert én nem vagyok itt, akkor ne legyen nyitva a jelszókezelő, ne tudjon senki belenézni, ne tudja senki megváltoztatni a jelszavamat. Bezárás, ha nem használja már egy alkalmazás sem, logikus, hogyha a jelszókezelő működik, és egy alkalmazás használja,
tehát megkapja a jelszót, akkor természetesen, hogyha az már bezáródik, mindegyik bezáródik, akkor legyen szíves a jelszókezelő is eltűnni. Nem szeretném azt, hogyha állandóan elő lenne, látható lenne, beleírható lenne, piszkálható lenne, állítgatható lenne, hiszen a jelszókezelőnek a védelem a feladata. A következő, az automatikus tároló választás van az alapértelmezett, szerintem az alapértelmezett név nekem nagyon megfelel, marad ez. Külön tároló a helyi jelszavakhoz, külön tudod venni az internetes jelszavakat, illetve hát nem a gépethez tartozó jelszavakat, illetve a gépen futó programok jelszavait. Én ezt nem szoktam használni, de külön választható, külön nevet is adhatsz neki, akkor két olyan fájl lesz, olyan rendszered lesz, amiben a jelszavak tárolódnak. Jelszókezelő elérhető legyen paneltárcáról, azaz a paneltárcán ott legyen, avagy nem, döntsd el! Igazából maszek véleményem az, hogy teljesen mindegy, mert ha el akarom indítani, vagy egy program elindítja, amikor jelszó kell neki, akkor természetesen nem okoz egyik se gondot, hogy a panelról indítom, vagy így a start menüből, vagy akárhogy máshogy előhívja egy program, azaz nem jelent gondot, döntsd el, hogyan kényelmes. Illetve van itt egy olyan funkció, ami igazából alapértelmezettségbe kell hagyni, mivel beállítottuk ezeket a gondolatokat, gyakorlatilag egy környezetet hoztunk létre a jelszókezelőnek, rákattintva el tudom indítani, és jelenleg nyitva van, működik. Azaz, a jelszavakat megadhatod, az alkalmazások automatikusan kitöltésre kerülnek, ha egy alkalmazás hozzá társul, és a beállításokat megteheted, nyelvbeállítás maradhat magyarul, billentyűparancsok beállítása szintén a megszokott módszerrel történik, ami egy kicsit érdekesebb, és azért mutatom meg, nem mintha ezt még nem láttátok volna, hanem be tudjam mutatni azt, hogy a KDE ilyen körkörösen dolgozik, azaz a beállító panelből elindítottuk a jelszókezelőt, tehát magát a programot, és a jelszókezelőből is a beállítási panelt megkaphatod. Azaz az szépen működik. Jelszó megváltoztatása, meg tudod változtatni azt a jelszót, amivel hozzáférsz ehhez a tárolóhoz. A beállítások és a sugó azt hiszem egyértelmű, ezt be is csukhatjuk. Ezzel a jelszókezelővel nem kell sokat dolgoznod, megadod a megfelelő jelszavakat, hogyha kell, hogyha egy program bekér jelszót, tehát jelszó megadás van, akkor elindítod, kitöltöd, működni fog. A hozzáférési jogosultságok figyelmeztessen, ha az alkalmazás hozzáfér a tárolóhoz, értelemszerűen egy alkalmazást indítasz, ő megpróbálja megnézni a saját jelszavát, akkor természetesen legyen szíves már nekem szólni, hogy ez a művelet megtörténik. Lehetővé teszi a jelszóbeállítások mentését. Látható, hogy itt mivel egy jelszóvas dologgal foglalkozunk, tehát nem avval foglalkozunk, hogy milyen színű legyen a kinézete a rendszerünknek, bizony bekéri a én rendszergazdai, illetve a saját jelszavamat, én azt megadom, és utána menti le ezeket a dolgokat, tehát a rábökünk, hogy alkalmazás eddig úgy működött, hogy bizony semmi egyebet nem kellett tenni, alkalmazás, és utána alkalmazta, de itt nem, mert hozzányúltam a jelszókezelő beállításához, ami azért egy kicsit sokkal komolyabb feladat, azaz ezzel nem nagyon kell foglalkozni, mert ez így automatikusan működni fog, bekéri a jelszót, amikor kell, megadod a jelszót, amikor kell, és utána saját maga elvégzi a dolgait. A jelszókezelő egyszerű beállítású, nem kell vele nagyon sok mindent csinálni, engedélyzed, működik, kalapkabát, dolgozni fog, természetesen adhatsz hozzá egyéb jelszavakat, egyéb írományokat is, amit szeretnél letitkosítani, én igazából ehhez a részhez nem nyúltam. Hasonlóképpen azt javaslom, ha nem értesz valamihez, ne nyújj hozzá a hálózati beállításoknál. A hálózat beállítását el tudod tolni, nem csak úgy, hogy nem lesz interneted, mert az viszonylag egyszerű, nincs internet, előbb válogattam valami baromságot, és nem működik, hát logikusan visszacsinálod, alapállapotba hozod a beállításaidat, aztán visszatér, igaz? Esetleg egy újraindítás, de a hálózat beállításnál nem csak elrontani tudod teljesen, hanem olyan hibát is elkövethetsz, hogy beállíthatsz olyan dolgokat, amik működnek, csak lassabb lesz.
sokkal lassabb lesz az interneted, vagy egy iszonyat nagy biztonsági rést beleversz a KDE-be, a rendszeredbe, az internetezésedbe. Azaz, amihez nem értünk, nem kéne hozzányúlni. Az első dolog az, mindenki el tudja dönteni, van-e neki, vagy nincs-e neki proxia. Ha van, és tudod, hogy hol van, hogyan kell beállítani, mi a beállítása, akkor be kell állogatni. Ha nincs, azt is tudod, mert ha életedben nem hallottál arról, hogy neked proxit kell beállítani, és van interneted, akkor valószínű nincs proxid, vagy már valaki beállította. Ha van proxy szerver, akkor kiválasztod azt, amilyen neked van, és a leírás, vagy a rendszergazdai utasítások szerint beállítod. Azaz nem tudsz csinálni egy proxit, persze tudsz csinálni természetesen, ha nem is tudod, hogy mi az, de a leírásokból össze tudsz barkácsolni magadnak, de ha nincs ilyened, akkor úgy kell választani, hogy nincs proxy, ha pedig van, akkor természetesen értelemszerűen úgy kell beállítani, hogy be kell állítani. Erre nagyon figyelj, mert hogyha esetleg valami hülyeséget állítasz be, vagy beállítás közben rosszat adsz meg, nem lesz interneted jó esetben, vagy eléggé lelassul, béna, lassul lesz a rendszered, nem kéne hozzányúlni, ha nincs proxid, szerintem magadnak nem érdemes barkácsolni, nem fog az internetezéseden meg egyebben olyan gyorsítást végezni a proxy szerver, hogyha magadnak csinálod, hogy bizony az megérje a fáradtságot. Ez az én magán véleményem, nekem nincs proxim. Hálózati paraméterek, na hát ehhez sem kéne hozzányúlni. Alapértelmezett beállítások jók. Ha normális sebességgel működik az interneted, akkor valóban minek ezeket piszkálgatni, ha nem, akkor utána kell olvasni. A globális beállítások, a részben letöltött fájlok megjelölése, ez legyen bepipálva, alapértelmezetten is be van pipálva, mert ez nagyon fontos abban az esetben, hogyha részben töltesz le egy fájt, egy akármit, azt legyen szíves megjelölni, hogy folytatni tud. Ha nem, akkor igazából, ha kiveszed a pipát, tudod, hogy miért csinálod, én igazából úgy gondolom, ahogy eddig is mondtam, amihez nem értünk, nem nyúlunk hozzá. FTP beállítások, passzív üzemmód engedélyezése, részben feltöltött fájlok megjelölése értelemszerű. Ha te használsz FTP-t, akkor itt be kell pipálni azt, amit be kell pipálni, mind a kettőt. Ha véletlenül nem használsz és soha nem is használtál FTP-t, akkor semmit nem kell bepipálni, vagy hagyni kell alapértelmezetten. Én úgy gondolom, hogy mivel én FTP szerverekkel is vagyok kapcsolatban, hagyom alapbeállítással. Ennyi. Nem igazán értek ehhez a részhez, nem igazán fogok hozzányúlni. Biztosan, hogy biztos, nem piszkálom ezt. SSL beállítások alapértelmezettségbe ezt így lehet hagyni. Nálam okosabbak állították be, nyilvánvalóan hozzá is tudsz adni, el is tudsz távolítani egy-egy ilyen hitelesítő egyéb szervert. Gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy adatbiztonsági, internetbiztonsági részt tudsz beleütni, hogyha valami hülyeséget veszel fel. Ha pedig valamelyikről azt olvasod menet közben, hogy a rendszer tanúsítványai ezeknél az akármilyen SSL szolgáltatóknál nem jók, mert valaki azt mondja, hogy ez nem jó, és meg is tudja indokolni, azt kitörlöd, nem kell hozzányúlni. Legalábbis az én elgondolásom szerint sütik. A sütikkel mindenki meg van veszve, hogy a internet, a gonosz emberek sütiket helyeznek el. Na hát ez részben igaz is, de már sütik nélkül nem nagyon működnek a honlapok, egy kis azonosító, akármi kis szövegfájt bigyez be neked a böngésződbe, és azt szerint megnézi, hogy van-e ilyen sütét, és akkor nem kell esetleg a jelszót megadni, tudja, hogy hol tartottál, tudja azt, hogy mit néztél meg, tehát a gépedet, téged és a munkádat, a tevékenységedet azonosítja. Természetesen a csokikat, a sütiket engedélyezni kell. Ez egy alapelvárás manapság, lehet ezekkel variálni, lehet a böngészőbe különböző sütitörlő akármiket berakosgatni, de sok honlap már süti engedélyezés, csoki engedélyezés nélkül nem hajlandó dolgozni, azaz ezeket alapértelmezetten fogadjuk el így. Ha neked a normál paranoián kívül erősebb van, mint nekem, akkor ezeknek a beállításainak nézz utána, én alapesetben elfogadom az összes sütit. Miért? Mert én csak olyan honlapokat látogatok meg, amelyekben megbízok. Nyilvánvalóan nem nézegetek olyan honlapokat, ami
éppen, hát hogy is mondjam, érzékenyebb ilyen téren, nem jókálok ilyen helyen, természetesen, hogyha ilyesmit szeret az ember nézegetni, és a nyomait el szeretné tüntetni, akkor inkább a TOR rendszert használja, mint ezt a rendszert. Én úgy gondolom, hogy én mindent engedélyezek, aztán időnként az összes sütit kinyifantom, azaz kitörlöm a böngészőből, nem kéne hozzányúlni és nem engedélyezni olyat, amihez nem tudsz elfogadás munkamenet végéig. Ez egy jó gondolat egyébként. Elfogadás munkamenet végéig, ez egy nagyon kényelmes dolog lehet abban az esetben, hogyha azt gondolod, hogy ha becsukod a böngésződet, akkor a sütik tűnjenek el. Kapcsolatok, na hát az a kapcsolatok, az internet kapcsolat az adott eszközzel. Hát ezt elég bonyolultan mondtam, nekem a hálózati kártyám, itt van, öt szimbolizálja ez az eszköz, és itt van a beállítása. Már több helyen nézegettünk internetbeállításokat. Ha te úgy gondolod, hogy ezen változtatni szeretnél, vagy VPN-ed van, vagy egyéb gondolatot szeretnél beállítani, kétszer olvas utána, nézd meg a leírást, hogyan működik, és pontosan tedd meg, mert az ide beírt dolgok, egyebek, azok lelassíthatják, vagy tönkretehetik az internet kapcsolatot, és azért látható, hogy itt azért van többféle beállítás, és gyakorlatilag vannak különböző olyan beállítások, amik nem evidensek, nem egyértelműek, legalábbis ilyen középszintű embereknek, akinek nem ez a szakmája, ott bizony pontosan mindent szépen be kell állítani, úgy és pontosan úgy, ahogy kell. A DNS kiszolgálót szokták megváltoztatni, több leírást is olvastam, egyszer azt hiszem beszéltünk is róla, hogyan és mit kell itt beállogatni, mit lehet itt beállogatni, ha valakinek nem felel meg az a DNS szolgáltató, aki feloldja azt, hogy a magyarlinux.hu, te beírod, és elmegy, megnézi, hogy milyen IP címhez tartozik, nagyjából ez a DNS kiszolgálás, ha nem felel meg az, amit a szolgáltatódat, itt be tudod őket állogatni. Itt azért a pontos munka, a valóban pontos odafigyelős munka, egy vesző, egy pont összecserélése nem jó dolog, de el lehet ezeket végezni. Mára ennyit szántam, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!